Fontos a megfelelő bemelegítés a torna gyakorlatok előtt. Mozgást igénylő feladatokból sincs hiány a nyíregyházi Kazinczy iskola Napközi Erzsébet táborában. Az intézmény harmadik éve vesz részt a programban, az előző években jártak már a Balatonnál és Erdélyben is. Mivel a járványhelyzet miatt idén nem volt lehetőség több napra elutazni, maradtak a napközis táborok, de a szülőknek ez is nagy segítséget jelent. Az előzetes felmérés alapján a szülők többsége zöme július első két hetét választotta. Ez alatt a két hét alatt közel 100 gyerekkel foglalkozunk. Az első turnusban 40 gyerekünk, a következő, a második héten pedig 60 gyerek lesz jelen a táborban. Készültek a kollégák, változatos programokat állítottak össze a kézműves foglalkozáson át. Tegnap például a bújtosítóra látogattak ki, mennek az állatparkba, a falu múzeumba, fagyiznak, nagyokat sétálnak, játszanak, úgyhogy eddig minden rendben van és remekül érzik magukat. A tagintézmény vezető hozzátette, a tanév végével nem ér véget számukra a feladat, a táborok szervezésével pedig az is cél, hogy még bensőségesebb kapcsolatot tudjanak kialakítani a gyerekekkel, és jobban megismerhessék egymást. Miközben a szülőknek mindez egy forintjukba sem kerül, a nebulók változatos programokon vehetnek részt. A Kazinczyban a sakkpalota is benépesült ezekben a napokban, egy másik teremben pedig kézműves foglalkozás zajlik. Követ festünk, meg ilyen egy doboz befestünk ragasztóval, és rátekerjük a zsineget, és úgy tök jól néz ki. Nem csak ennek az intézménynek a tanulói töltik hasznos és tartalmas programokkal a nyári szünetnapjait. A nyíregyházi tankerületi központ közel 50 iskolájában mintegy 3700 kisdiák vesz részt napközi Erzsébet táborban szakszerű felügyelet mellett. Mivel az elmúlt években folyamatosan növekedett a jelentkezők száma, nem volt kérdés, hogy a központ idén is lehetőséget biztosít a táborok megszervezésére. A tankerület felhívta az iskolák figyelmét arra, hogy igyekezzenek a szülők és a tanulók igényeinek minél jobban megfelelni. Ezt követően az iskolák megkérdezték a szülőket, megkérdezték a gyerekeket, hogy mikor, milyen időpontban lenne a legkedvezőbb a legtöbb tanulónak a táborozási lehetőség. Majd egy egyeztetési folyamat után eljutott a tankerületi központba ez a megfogalmazott elképzelés. Mi ehhez igazítottuk a szervezési teendőket, segítettünk az intézményeknek a pályázatok elkészítésében, benyújtásában, és mikor megkapták a nyertes értesítést, biztosítjuk a biztonságos működtetést és a szakmai finanszírozást az Erzsébet Alapítvány támogatásából. Mentjet magoznak a gyerekek, mellettük pedig már sül is a palacsinta. Az egyhetes programok keretében ezt is kipróbálhatják a fiatalok. Az augusztus közepéig tartó táborokba idén a tavainál harmadával több szülő iratta be gyermekét Nyíregyházán. Az élmények biztosítása mellett idén a járványügyi óvintézkedések betartása is nagy szerepet kap a programok során.